Hogyha nagyon szigorúan fogjunk a kifejezéseket, akkor a lelki fájdalmak nem léteznek. Lélek nem betegszik, nem öregszik, nem hal meg, nem lehet fegyverrel megölni, vízzel nedvesíteni, tűzzel elégetni. Lélek mindig érinthetetlen. De amikor lélek belegabolyodik ebbe az anyagi világ labirintusába, és ő lesz igazából, mint egy mozinéző, mert azonosítja magát, mi történik most itt velem, mint mikor ember elmegy moziba, akkor nézi a vászont, és a vászon történ valami vetítés. Ő nem látja akkor a vászont, nem látja a vetítőt, hanem látja, zajlanak mindenféle színdarabok, mondjuk így, és akkor kezd beleélni magát, és izgul, és fél, és örül, és mérges lesz, átéli ezeket az élményeket az ember. Ugyanúgy a lélek, ő a test szekerébe utazik, és az elme vetíti a dolgokat, és ezek a fájdalmok, ez mint a moziba. Mivel azonosítjuk magunkat a testtel, akkor úgy tűnik, hogy fájdalmokat és betegségeket szenved a lélek, ami nem igaz, de ehhez, hogy ezt valaki tapasztaljon, hogy nem igaz, ahhoz kell lelki tudatra vissza eljutni, vagy visszakerülni, akkor megszűnik mindenféle lelki fájdalom.